Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban harmadik alkalommal térünk vissza sorozatban a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolához. Sok érdekességet tudtunk már meg az iskoláról, illetve a működéséről is, és úgy általában a zenetanulás lényegéről, mondani valójáról. Ezeket a beszélgetéseket folytatjuk a mai műsorban. Vendégünk most is az iskola igazgatója, Király István, és elnézést kérek a hölgytől, hogy az igazgató urat mutattam be először, de ezúttal van egy hölgy vendégünk is, Bergerné Szőnyi Anna hegedűtanár, a Tálos Edit Alapítvány kuratórium elnöke. Köszöntelek benneteket nagy-nagy szeretettel. Szervusz Csilla. Üdvözlöm a nézőket. Üdvözlöm a nézőket, köszönjük a ismételt meghívást. Vannak, akik zenélnek a zenéről, vannak, akik beszélgetnek a zenéről, mi beszélgetünk a zenéről, és a zenetanításról tényleg nagyon sok minden kiderült, mert ugye megismertük az iskola történetét, a jogelőtt történetét, az, hogy milyen az élet jelenleg, amennyire már beindulhatott az élet az iskolába, de azért még nagyon sok minden van, ami nem derült ki. Például az, hogy miből tartja fenn magát a Herman László Zeneiskola, és ez jól belevág a közepébe. Hát ez valóban a közepe. Hát ugye, mint intézmény, ez egy köznevelési intézmény. Ugyanúgy, mint egy általános iskola, ugyanúgy, mint egy középiskola, tehát nekünk is van egy fenntartónk, egy működtetőnk, aki a Székesfehérvári Tankerületi Központ. Ő a legfőbb támogatónk gyakorlatilag, mert minden anyagi támogatás az ő részéről érkezik, valamint további támogatásokat szoktunk kapni a Székesfehérvári önkormányzattól is. Ezúton mind a kettőnek nagyon köszönjük a folyamatos támogatását. Valamint a saját forrás, vagy hát nem is saját forrás igazából, de nagyon sok iskolában ugye bevett szokás az, hogy esetleg egy alapítvány, ami még pluszba tudja támogatni, és rengeteg programszervezési dologban még segít, attól függetlenül, hogy a fenntartó működtető ugye biztosítja az egész intézménynek a fenntarthatóságát, és ez jelen pillanatban egy nagyon-nagyon jó kapcsolat, és a Tálos Edit Alapítvány, ami a zeneiskolát közvetlenül támogató alapítvány, rengeteg közös programmal, rengeteg segítséget nyújt Anna, és általa az alapítvány is, a nálunk tanuló gyerekeknek, tanároknak egy-egy verseny kapcsán, vagy egy-egy rendezvény kapcsán, amit természetesen a fenntartó is finanszíroz, de van, amikor úgy alakul, hogy esetleg egyéb forráshoz kell még hozzányúlni, de az általunk rendezett országos versenyeken is nagyon sok segítséget nyújt egy-egy Tálos Edit Alapítvány által felajánlott díj, amit bizonyos esetekben a gyerekeknek ki tudunk osztani még pluszba, úgyhogy ez az, amiben tud támogatni minket, és ez az, amiben támogat folyamatosan az alapítvány. Amikor a fiatal zenészek megmutatják tudásukat, fellépések vannak, ezt lehet pénzessé tenni? Tehát van ilyen, hogy megrendelésre lépnek fel a zenészek, a fiatal zenészek? Nem lehet. Nem, ilyen nem lehet. Hát ugye vannak zenészségben, vagy hát így a művész létben, ugye vannak a profi zenészek, és vannak a tanulók. A tanulókat nem lehet ugye így relatíve fizetség árán ugye a maga produkciót megvásárolni. Bocsánat, nagyon rossz szóval, de ez az, amit tudok. Igen. Vagy ezzel tudom egyedül kifejezni ezt. Ugye a profi művészek szoktak, akik elmondják, hogy akkor ennyiért mennek el, ennyiért vesznek részt egy-egy produkcióban, és így lehet ez. Viszont nagyon jó lehetőség a fiataloknak megmutatkozni, és egy kis motiváció is lehet. Az mindenképp feleképpen, mert hát mindenki a színpadon fog élni. Reményeim szerint az összes nálunk tanuló zenész lesz, és a színpad lesz a világa. Tehát már nálunk is nagyon fontos az, hogy minél előbb, minél több színpadi fellépéssel, és hát ezáltal magának a színpad légkörének a megismertetésével minél előbb
megbarátkozzanak a gyerekek, mert hát ugye hát van a lámpaláz, meg hát ugye a többi, ami elkerülhetetlen, de hát ez is egy pedagógiai dolog, hogy mennyire tudjuk segíteni ezeket, és mennyire tudjuk a gyerekekből ezt a fajta akár szimpattól a félemet átváltani, és magának a zeneműnek, vagy a koncentrációnak az előnyére. Azt hiszem, hogy ez is lehetne egy téma egyszer, hogy oldja a tanár, és hogy hozza rá feszültséget a gyerekre a szülő. Igen. Jól érzem? Igen. Anélkül, hogy persze nem akarja. Térjünk rá egy kicsit az alapítványra. Mit kell tudni a Tálos Edit alapítványról? Hát a Tálos Edit alapítvány 1990-ben alakult meg, Edit néni hozta létre. Ő egyébként az iskola egyik zongora tanára volt, zongora pedagógusa. Ő ilyen szeretetből, kedvtelésből elkezdett csellózni is, és az egykori Alba Régia szimfonikus zenekarban, a cselló szólamban is sokszor fellépett és szerepelt. Hát az egykori fényképeit visszanézegetve én annyit vettem ki az ő személyiségéről, hogy nagyon szerette a gyerekeket minden fényképén, gyakorlatilag a gyerekekkel körbevéve szerepel. Maga az alapító okiratban, amit ő még 90-ben leírt, az szerepel, hogy az ő fő célja az egyébként Székesfehérvár zenei életének a felvirágoztatása, és a kifejezetten zenei pályára készülő tehetséges gyerekeknek a támogatása. Hát ezt egy kicsit nyilván a napjainkhoz aktualizáltuk. A fő célhoz nem nyúlhatunk hozzá, és nem is szeretnénk, mert szerintünk ez egy nemes küldetés, amit érdemes nekünk is követnünk. Csak kiegészítettük olyan tevékenységekkel, amelyeket egyébként mi végzünk, és hozzáadhatóak ezekhez az alapelvekhez. Mi az, amit ti végeztek? Milyen tevékenységet végeztek? Hát az elsődleges tevékenység, amivel az alapítvány foglalkozik, ami heti rendszerességű, azok a zeneóvis foglalkozások. Azt jó magam kezdtem el 2014-ben, és ehhez csatlakozott Végvári Köves Melinda, pedagógus, az iskolánk fagottművész tanára, aki egyébként óvónő végzettséggel is rendelkezik, úgyhogy ő is nagyon kis gyerekbarát, személyiségű pedagógus, aki szívesen várja ugyanúgy a gyerekeket minden évben. Mennyire nyitott ez a korosztály a zenére? A korosztály, hát szerintem ez az első leges olyan korosztály, amit érdemes az ő figyelmüket odafordítani a zenére, a hangszerekre, és hogy egy kicsit az érdeklődésüket, a motivációjukat felkelteni, hogy később az iskola, zeneiskolai tanulóivá váljanak, és hogy ezek az alapozások igazából itt a legfontosabbak. Ez egy ilyen 3-7 éves korosztályról beszélünk, ugye főképp az óvodás korú gyerekekről. El tudom képzelni, hogy milyen eredmény és milyen megelégedés, hogyha egy óvodásodat aztán ott látod a Herman László zeneiskolában. Volt már ilyen gondolom? Hát nem is egy, ebbe az évben nem csak nálam folytatják nyilván a zeneiskolai tanulmányaikat, hanem sok-sok hangszeres tanárhoz kerülnek, mindenféle hangszereket választanak, és ez is nagyon jó célja, feladata az alapítványnak, hogy a zeneóvis foglalkozásokon keresztül megismerhetik a hangszereket, sokkal jobban kézbe vehetik, kipróbálhatják, és ez mind játékos közegben történik, tehát nem ilyen iskolai előadó jelleggel, és ez egy kicsit motiválja őket, hogy később ezt folytassák. És hát idén nem is tudom, hány híreket raktunk föl mi is a közösségi oldalainkra, hogy rengeteg zeneiskolai tanuló ért el nagyon szép eredményeket, akár a szombathelyi Sistrum hegedű versenyen, furuja versenyen, tehát nagyon sok helyen, országos szinten is megállják a helyüket. Milyen előzmények után lettél te az elnöke az alapítvány kuratóriumának? Hát az alapítvány kuratórium elnöke szerintem, tehát nagy befolyásom nem volt. Igazából az előző igazgató helyettes, akitől átvettem az intézmény vezető helyettesi feladatokat, tőle kvázi megörököltem ezt a pozíciót, ezt a feladatkört, és ezt én szerettem volna folytatni. Azt olvasom, hogy programokat is szervez az alapítvány. Ez mit jelent? Milyen programokra kell gondolni? Hát, hogyha szép lassan végigmegyünk a tanéven,
néha nem fogom az összeset elmondani, de szeptemberben általában az alapítvány mindig képviselteti magát a Székesfehérvári Civil Napon, ahol szintén Varró János tanár úrral, Lendvai Tiborral, Mihály Györggyel, Király Istvánnal, és még számtalan pedagógus. Igen. Mindig kimegyünk, és nagyon-nagyon sok-sok hangszert viszünk magunkkal, hangszerkészítést is kipróbálhatnak a gyerekek, és ezáltal így be tudjuk mutatni a tevékenységeinket az érdeklődők számára. Októberben általában ugye a Zene Világnapjához csatlakozunk, novemberben a szakgimnázium szakmai napjához igyekszik egy ilyen kultúra elnevezésű programunk csatlakozni. A szakgimnáziumi nap keretében az István tudna bővebben beszélni, hogy nyilván a középiskolai tanulók koncertet adnak olyan érdeklődők részére, akik a középiskolai felvételiük előtt állnak, és eljönnek, és szeretnék megismerni a mi intézményünket. És az alapítvány ehhez úgy tud hozzájárulni, hogy mi célzottan Fejér megyei zeneiskolákat megkeresünk, felkérjük őket, támogatjuk az ő utaztatásukat, esetleg az itteni étkezésüket, eljönnek, közös koncerten vesznek részt, a városban is bemutatunk egy-egy nevezetességet, akár a Borivárt, vagy a Játékmúzeumot, vagy a Néprajzi Múzeumot, és akkor egy nagyobb rálátással rendelkeznek, akik hazamennek, és szívesebben választják ezt a várost a középiskoláik évei számára. Ez novemberben van, hát utána február következik, az a Zeneóvis Farsangi Mulatság, március-áprilisban a hangszerbemutató programokhoz szoktunk csatlakozni, ugye a Herman napok zajlanak ilyenkor tavasszal az iskolában, és a következő tanévbe iskolázását próbáljuk meg ugye előkészíteni, és egy nyílt zeneóvis foglalkozást szoktunk ilyenkor tartani Melinda nénivel, és mi nem a zeneiskolának, hanem a zeneóvinak keressük a kis zene palántákat. Májusban általában a 7-7 játékfesztiválhoz szoktunk, a Városi Gyereknaphoz szoktunk csatlakozni, és nyáron pedig hát nyári zenetábor. Két évvel ezelőtt, még két alkalommal ugye a Hajrá Zenemanók közösségi futást is meg tudtuk rendezni, sajnos ez most két alkalommal elmaradt. Hát bízunk benne, hogyha vége ennek a járványhelyzetnek, akkor folytathatjuk, és futhatunk. Ha már programoknál járunk, az iskola milyen programokat szokott szervezni, ami rendszeressége megjelenik? Igazából én is így végigmenjek, lehet, hogy az lenne a legjobb. A zenevilágnapi program az közös, ugye, közös, ezt Anna is említette. Igazából akkor a szakgimnazistáinkkal szoktunk térzenét adni. Ezt nagyon-nagyon szeretik a városban egyébként rendszerint. Most mondjuk kicsit, ha jól emlékszem, borús volt az idő, és ezért a kapuajba kellett megoldanunk. Nagyon hideg volt október 1-én. Úgyhogy ezt a kapuajba megoldottuk, de így is, polgármester úr nagy örömére, mert mindig mondja, hogy a zenevilág napján mindig annyira jó, amikor kinyitja az iroda ablakát, és a zeneiskolásaink ott az ország almánál zenélnek, és egész nap azt hallgatja, vagy hát nem is egész nap, bocsánat, egy két órás program ez, és végig két órán keresztül azt hallgatja, hogy a zeneiskolások ott zenélnek. Úgyhogy ez szokott lenni októberben. A szakmai nap az közös ugye szervezés, a kultúra az alapítvány szervezésével. Ez ugye leendő szakgimnazistáknak egy bemutató nap, amikor ugye megismertetjük az iskolát velük, egyáltalán milyen légkör van itt, ugye közös koncertek működnek. Akkor hagyományos programok a Luca napi koncert, amit Himmerházba is rendeztünk már teltház előtt. Legutóbb, ha jól tudom, akkor a Szent István teremben volt ez a rendezvény. Itt a teljes népzenei tanszak egy Luca napi nagy koncertet ad. Ezt nagyon szoktuk szeretni, ez a karácsony előtti koncert. És hát természetesen, amit már múltkor is elővezettem, hogy az országos versenyek azok általában tavasszal vannak. Ezek időszakos dolgok, tehát 2-3 évente vannak megrendezve, és például a következő évre az Alba Régia országos kamaraversenyt azt meg fogjuk rendezni, reményeink szerint.
bár már minden márciustól félni fogok manapság, de hogy mi lesz meg márciusban. Most már kétszer nem jött jól ez a március, szóval reményeim szerint meg tudjuk rendezni ezt az országos rendezvényt, és szokásos hangszerbemutatókkal szoktuk a gyerekeket általános iskolásoknak, sőt néha óvodáknak is meghirdetni. Ez sajnos most idén elmaradt, úgyhogy pont most dolgozunk azon, hogy egy tavaly elkészült kisfilmet népszerűsítsünk az általános iskolákban, úgyhogy ezt most körbe küldjük Fehérváron az iskolákban, mert jövő héten, ahogy már szerintem említettem múltkor is, jövő héten lesznek az alkalmassági meghallgatásokat, amire minden gyermeket és szülőt szeretettel várunk. Ez olyan gyerekeknek szól, ugye, akik jövő szeptembertől szeretnének a zeneiskolában hangszeren tanulni, és akkor egy kis alkalmassági meghallgatást szervezünk ilyenkor nekik, kis éneklés, egy süsfelnap, zsip-zsup, valami ilyen szokásos gyerekdal, vagy egy nehezebb népdal is, amit énekórán tanultak. És hát aztán szokásos, mint minden iskolához, ugye az évvégi ballagások, mint középfokon, mint alapfokon, bizonyítványosztás, úgyhogy ilyen programok. És voltunk annyira bizakodóak, hogy tényleg általánosságokban a hagyományokról beszélgettünk, de ugye a hagyományok borultak fel épp az elmúlt egy másfél évben. Ettől függetlenül azért most már úgy tűnik, hogy újra nyithatunk. Milyen konkrét programokra készül, akár az alapítvány, akár az iskola közeljövőben, mondjuk júniustól? Hát most a gyereknapra készülünk, elsősorban Varró János tanár úrral, ahol Felsővárosban, Szárazréten, Öreghegyen és Kisfaludon is két-két foglalkozást, ilyen interaktív népi gyermekjátékos, illetve hangszerbemutatókkal összekötött foglalkozást szeretnénk megtartani a gyerekeknek délutáni időszakokban. És ezen kívül hát az egyik legnagyobb programunk az a nyári zenetábor, ami most július 20-tól 25-ig várható. Idefele István mondta a kocsiban, hogy talán már engedélyezték, akkor én nagyon-nagyon örülök, mert mindig izgulunk, hogy ugye megtarthatjuk-e. Hát ide 70 kisgyermeket, kis-nagy gyermeket viszünk magunkkal, és hát 10 főpedagógus vezetésével egy hetet eltöltünk zenkán. Ezek azt hiszem a közeljövő legnagyobb feladatai. Hát az intézményi szinten most mi egyelőre ez a jövő heti alkalmasságira nagyon készülünk, mert hát ugye itt most újból gyerekek jöhettek az iskolában, már ez is nagy élmény volt, hogy egyáltalán gyerekek jöhettek, és pedagógusok jöhettek, hogy ez is nagy élmény volt már most, de most erre a jövő hétre nagyon készülünk, hogy tényleg minél több gyerek be tudjon jönni. Aztán már az évzáróra. Hát aztán már gyakorlatilag az évzáróra. Igen, tehát utána már az évzárás következik, és a ballagások, úgyhogy... Nyáron nincs zeneoktatás az iskolában? Nincsen zeneoktatás. Hát ugyanúgy, mint minden köznevelési intézményben, a gyerekeket felszabadítjuk a nyára mi is. Azért mindig megmondjuk nekik, hogy nem kell elfelejteni a hangszert, nem kell június 15-én bedobni a sarokba és szeptember 1-én felvenni, hanem azért lehet közben is néha leporolni, esetleg meghúzkodni ezt a párhangot. Úgyhogy, de ez nagyon soknál működik, és nagyon sok gyerek szívesen veszi föl még nyáron is a hangszert. Akiket tudunk, tehát itt, amit Anna elmondott, a zenetábor, oda is a zeneiskolának rengeteg növendéke elmegy. Tehát ott például elég intenzíven, ahogy hallottam, egy héten keresztül zenélnek folyamatosan a pancsolás és a játékok mellett, ugye a Balatonnál, úgyhogy ott is rengeteg gyerek részt vesz, aki a zeneiskola növendéke. Maradt egy kis időnk, hogy a kulisszák mögé is betekintsünk, mert egy laikusként úgy nehéz elképzelni, hogy lehet óvodás gyermeket leültetni hangszer mellé huzamos ideig, tehát meddig tudnak figyelni. Ez egyáltalán hogy működik egy ilyen óvis foglalkozás? Jó, gondolom nem mindjárt a legkomolyabb darabot tanulják, vagy mutatjátok be nekik. Nem, hát mindenképp rögtön játék közbe vonjuk be őket. Tehát éneklek valamit, megyek körbe, lehet, hogy először csak egyedül, és nyújtom a kezem, és akkor vannak bátrabb anyukák, apukák, akik ugyanúgy szépen becsatlakoznak, és hozzák a gyermekeiket, jó példát mutatnak nekik. Jobban is szeretem egyébként, amikor valamit elkezdek megmutatni, és nem csak a gyerekek kapcsolódnak abba be.
Játszunk egy darabig. Nyilván ezeket előre mi elpróbáljuk a Janó bácsival teljesen ugyanúgy, mint egy színházi produkciót. Tehát mi szerdánként összeülünk, lepróbáljuk az összes dalt, megnézzük, hogy ez körülbelül mennyi időbe telik, hogyan lehet a mozgásokat végig kísérni, tehát hogy a terem adottsága, ugye a Szent István művelődési házba tartottuk idén a foglalkozásokat, amit szeretnék is megköszönni Jakub Ekágnak is, igazgatóasszonynak. És utána, hogyha ez a játék már egy kicsit úgy, amit elterveztünk, az ugye a végéhez ért, vagy pedig hát egy pedagógus azért érzi, hogy mikor volt ebből már úgy nagyjából elég, akkor azért leültetjük őket egy kicsit, és Janó bácsi számtalan mesét, mondát tud mondani a hangszerekről, és akkor ők ezt végighallgatják tényleg csillogó szemekkel, és én is csak azt nézem, hogy ilyen picik pöttömök, és mekkora tág szemekkel figyelnek. Utána, ha ez a történet rész is vége kerekedett, akkor pedig kipróbálhatják általában a hangszereket, vagy pedig valami nagyon kis, egyszerű, gyorsan készíthető hangkeltő eszközt készítünk. És akkor ezzel szoktuk lezárni a foglalkozásokat. Igen, sokszor nem is gondolnánk, hogy a gyerekek mennyire nyitottak ilyen dolgokra. Most saját példám jutott eszembe, a családban két apró gyermeken néztem végig, és mind a kettő óvodáskorú volt. Az egyik a tévében nézte tátott szájjal, a másik a színházba. 5 évesen, 6 évesen tátott szájjal a diótörőt. És végig a 3 felvonást. És végül is az ember nem gondolta volna, hogy egy ilyen pici gyerek, ezen, és ugye azért ott tánc is van nyilván, de azért csak a zene viszi a dolgokat, és elképesztő. De ezeket érdemes megfogni, meglovagolni. Igen, ezt nagyon jól mondod, hogy ezeket érdemes. Ez saját példám ugyanez, úgyhogy ezt a saját kislányomról is el tudom mondani, hogy én régebben jártam Angliában a Moscow City Ballet turnéin, és a balett előadásokat. Kislányom is kijött, és ugyanez volt. 3 évesen a 3 órás balett előadást gond nélkül végignézte, és természetesen utána másfél évig nem hagyott békén, hogy mikor mehet már végre balettozni. Úgyhogy ment is, de hát ő is, és gond nélkül. 3 órát végigülte, mert élvezte. És váratlan az, hogy mozgás is volt közben, azért csak a zene is megmarad, és így lehet közel vinni. Tehát egyéb elfoglaltsággal, mozgással gondolom lehet közelebb vinni a gyerekekhez a zenét. Egyébként mennyire népszerű? Tehát milyen sokan jönnek össze egy foglalkozáson? Hát amikor elkezdődött 2014-ben, akkor egy kis csoportnak mondható gyereksereg volt a zenesuliban, körülbelül olyan 10-12 fő. És akkor adódott 2-3 év múlva egy olyan év, amikor 80-valahányan jelentkeztek, és 4 csoport működött párhuzamosan. Tehát igény az biztos, hogy van rá a városban, és szeretnénk is minél több foglalkozást tartani, csak legyen lehetőségünk lassan. Most játsszuk azt, hogy aranyhal vagyok, és kimentettetek a vízből, és ha visszaengedtek, akkor teljesítem kívánságotokat, mert én annyira nem vagyok odakozó egyet-egyet. Például az alapítvány szempontjából milyennek szeretnéd látni az alapítványt, milyen vágyad van? Hát ha tényleg az aranyhal vagy, Csilla, akkor a legnagyobb vágyam az egy hely. Egy olyan hely, ahol állandóan berendezkedhetne az alapítvány, ahol meg tudom tartani heti rendszerességgel többször a foglalkozásokat, és ezen felül megígérhetném Mihály Györgynek és Varró Jánosnak, hogy a hangszereit ki tudom állítani, ami egy folyamatos hangszermúzeumként, ez a múzeum szó most itt nem tudom, hogy mennyire, de inkább egy kiállításként működhetne, és nem csak időszakosan tudnám bemutatni a gyerekeknek. A féle stúdió. Így van. Amiben minden ott van. Ez lenne a legnagyobb. És egy közeli kívánság az iskolaigazgatójától. Közeli kívánság? Szeptembertől élőben végig tudjunk tanítani. Én azt hiszem, hogy mindenki kívánságát sikerült megfogalmaznod ebben a pillanatban. Igen. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. További kellemes zenélést, és sok sikert kívánok. Köszönjük. Kedves nézőink, a műsor vendége volt Bergerné Szőnyi Anna és Király István. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!